Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk egy következő videóhoz, ahol itt van velem a gyönyörű, bájos segítőm, Dezső Bence. Szia, ne, ne hazudjunk már a videó elején, jó? Szagyjuk a nézőkre, hogyha más sztorikról beszélünk. Ugyanis elérkeztünk a következő titkos videónkhoz. Yes. Nagyon régen vettük már fel az előzőt, egy kicsit megcsússzunk vele, viszont most elhoztuk, és reméljük, hogy Amennyit kellett várni rá, olyan jó sztorikkal érkezünk. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Rebekáival kezdjük, aztán az én csatornámon is lesz új rész, úgyhogy a... szerintem mehet. Szóval, annyit hozzátennék, hogy egy nagyon picit csaltam, ugyanis Bence szabályai szerint nem szabad előre megnézni a dolgokat. Elolvastad? De ehhez a részhez nagyon sokan uh, írtatok DM-ben, nem csak uh, a kis kérdezős ablakban, mert ugye hosszabbak a sztorik. Aha és azokat megnéztem. Megkerült a rendszert. Jó, oké. Okay. Eltűntek volna mostanra. Igen. A lényeg az, hogy ebből van parlamentve, ugyanis fantasztikusak, úgyhogy ezekkel fogunk kezdeni. Kezdjük. A barátnőm és én átmentünk a páromhoz iszogatni. Persze ott voltak a barátai. Az egyik srác egy szállat sem volt kedves hozzánk, és tiszteletlen volt több rászólás ellenére is. Igen. Ezért mi csajok, a női bosszút forralva, amikor kimentek a srácok dohányozni, mi a lábunkat belemártogattuk a pohárba. Nyár volt így zokni nélkül. Utána pedig szépen nőiesen teleköpködtük, majd szépen visszatettük az asztalra, ezek után röhögve nézzük végig, ahogy szépen megissza mindent. Mi? Ezen annyira lefagytam! Mutasd már meg ezt a csajt, hogy, hogy néz ki, aki így, 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 akit így megszállt az ihlet. Ti ilyeneket csináltok? Hát én nem merném egyébként. De eszedbe jutna? Itt kezdődik? Nem, ne, á -á, nem. Vagy nyár van, és akkor valakinek megparázslik így a, az ötlet a, az eszébe, hogy, hogy a lábadat <laughs> belemosod a másik viszkijébe, hát az mi? Meg teleköpködöd. Totál kifagytam rajta. Nem azért vagyunk, hogy ítélkezzünk. Ez, uh... Ha magadra ismersz, részek vagytok. Ez, Á, Én nem bírtam volna végignézni se, ahogy meg Ja, hát én inkább ittam volna meg, mint csináltam volna. Ugye? Uh -huh. hm. Fogadást kötöttem az egyik barátommal, amit elbuktam, ezért le kellett írnom a krásomnak, hogy szeretem. Uh, Zárója. Juj. Hozzáteszem, eddig nem mertem neki elmondani. Rá egy hétre összejöttünk, együtt vagyunk már két és fél éve, de még mindig nem tudja, hogy egy fogadást miatt írtam le neki, hogy szeretem, és nem azért, mert össze akartam vele jönni. Természetesen így gyorsult el a dolog, és a mai napig nagyon szeretem, innen is köszi annak a bizonyos barátnak. Szegény csávó! Oké, okay, azért azt tegyük hozzá, hogy nem. a, a krása volt, tehát Ó, ne, épp... De itt nem erről van szó, Rebeka! Hát itt hadd szóljak már fel minden férfinek a nevében! Hát, hogyha egy fogadásból jössz össze velem, az két év után ezt meg tudod nem, nem, úgy nem, megzuhanni. Nem, 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 értem, nem. hogy a vagyok, érted? Fogadásból írta a leneki, hogy Oké, okay, ebből született a kapcsolat. akár ahol, na nézzük, bármelyik szögből egy fogadás Egyésként miatt jöttek össze. mostanában néztem, amikor nem volt itt, nagyon sok filmet néztem, tudod? Tudom. És tízből Füköl. öt film ezen alapul. Tényleg? Hogy Hát nem. Hogy kötnek hát egy fogadást, hogy nem mer a függő, randízni a csúnya a Mi? Hát nem mer rondizni Figyelek A népszerűs rásznak a csúnya kell ja. a fogadásból, és aztán egymásba szeretnek a végén utána bevallja. Oké, okay, és... de ez reális a végmondó vagy egy fogadás miatt jöttök össze. Ott azért nem azt mondom, hogy szakítanék veled, mert a crushod voltam, meg tök jó a párkapcsolatunk, hogyha beleképzelem magam. De rosszul esnek. Hát ott azért egy délutánra megzuhannék. Tehát ott elmennék egyet iszogatni is egyedül, hogy átgondoljam a dolgokat. Ez a, ez a tipikus az a délután, ahogy ülsz egy pohár viszkival a bárna, és így Én nem hiszed el, hogy ez megtörtént. Yeah. Egy buliban egy barátnőm hazament, mert nagyon rosszul volt, és mi azt mondtuk mindenkinek, hogy azért ment haza, mert beszélt, és a te. Bocsánat, most már emlékszem rá. Ó, Olyan Isten. régen mentettem ki, hogy én sem emlékszem rá. Ó, Isten. Ezt a többiek meg elmondták jó pár embernek, majd mikor elmondtuk a csajnak, úgy jó pár héttel később még a csaj is elhitte, azóta ebbe a tudatban van. Napszemüveges, haj, macsi. mi? A csaj berúgott, hazament. Én. Igen. Azt utólag elmesélték neki, hogy... Hogy azért ment haza, mert... Én Ő elhitte? Ez olyan, hát mint cseró, az én jön, izével. Benkőbe. Hát amikor azt Jé. mondták, hogy én uh, hajnalban én voltam az az ember, nem én voltam, én ezt a mai napig tagadom, hát őszinte vagyok veletek. Aki annyit hallottak, hogy a felső szinten aludtunk, vagy 15-en, tudod, annyit hallottak, hogy valaki végig sprintel az egész folyosón, és a szita hálón így kihány. Ja, De Ez tudom. nem én voltam. De nekem bizonygatják ketten-hárman is, hogy én voltam. De ez tuti nem. Soha nem voltam előtt ittas, hogy ne emlékezzek a dolgokra. Hát most Ki kinéznéd belőlem, hogy én ilyet csinálok? Hát nem tudom, nem hogy ki a belőlem, régi hogy ilyet... Bence, volt képes. Haladjunk tovább. Nem én voltam. Nem te voltál. Unoka tesommal kimentünk az erdőre fát vágni, ezt neked mentettem le valószínű. Igen. Az italába tettem a viagrát, elkezdett furán viselkedni, oh. majd eltűnt 20 percre a fák között. Úristen. Még mindig nem tudja, hogy mi lehetett az. Úristen, úristen. Nem vagy tudom normális. Mindenki ennyire unatkozik, de tényleg nem azért vagyok, hogy térkezzek, de az mi? egyik belemossal lábát a másik viszkébe, ezek meg elhitetik, hogy. Ez meg nézek a viagrát belerakja az italába. Hát mi van veletek? is nagyon tetszik. De... Rebecca imádja ezeket a poénokat. <laughs> tehát, hogy Rebekát egy Adam Sandler filmmel meg lehet venni. <laughs> hát, ugyan már. Meg lehet venni. Na mindegy, de Úrami ez a viagrás, ez, Ah, oh, ez sose értett. Kiskoromban azt mondták a nagyok, hogy a fiúknak van a viagra, és a lányoknak meg a szarvas bogárnak meg kell szárítani a szarvát, és azt kell beleaprítani az italba, a kólába, így mondták, ez kólába kell és akkor az olyan, mint a női viagra, és akkor el lehet hódítani a lányt ezt ilyen 10 éves koromban. 10 éves koromban, 11 éves koromban mondták a nagyok, hogy ezt így kell. Ez az én sztorim. Ez az ivós titokról jutott eszembe, szóval így kezdődik. Amikor ballagtam oviból suliba, akkor volt egy kis ballagási buli itthon. Jó falusi módjára a házi pálinka oh, a másfél itken. literes ásványvizes palackba volt. Na, hugom, körülbelül két-három éves lehetett, és kért vizet egyik mamámtól. Jaj. Kitalálhatjátok, hogy nyilván kis pohárkába kijöntötte Jaj. neki a jó házi pálinkát, egy jó isteneset belekortyolt, nagy sírás meg minden, mentek kimosni a száját szegénynek, stb. És még nem is ez a vicc az egészben, eltelt másfél-két óra, kért vizet, megint, de most rafinált volt, és a másik mamától kérte, na pontosan ugyanez a forgatókönyv zajlott le ismét, nagy sírás, mentek ki mosni a száját, stb. Szegény. A lényeg az egészben, egy nap alatt mindkét mama itt a pálinkával. Uramisten! Jó, de mondjuk várjál, falun ez hány emberre megtörténhet? De nagyon vicces. Nagyon. Szegény. Gondolj bele, amikor épp túl vagy a sokkon, ott Direkt vagy Direkt a másik élesel, mamához mész oda. És akkor És te csak egy pohár vizet kérsz. Szétadom. Nagyon jó. Sziasztok! Először is, ha magára ismer az illető, akkor nagyon sajnálom. Jó, ez jó kezdődik. <laughs> hát ez egy olyan sztori, hogy még senkinek sem mondtam el, de hogy általánosban véletlen felgyújtottam a WC papír és nem tudtam megfékezni a tüzet, és úgy hagytam, kimentem What? a suliból. Másnap hallottam, hogy egy lány majdnem megfulladt a füstől. Rettentően sajnáltam Úristen. a lányt, mert nem akartam vele bántani senkit, de hogy féltem tőle bocsánatot kérni, és nem szóltam inkább, mert féltem a következményektől. Ja, és volt olyan is, hogy beletettünk majdnem egy doboz Viagrát az egyik üdítőbe, és végig kínálgattuk mindenkinek, és hát gondolhatjátok, mi volt szegények, azóta se tudják, de keresik, hogy mi volt. Atya világ, milyen gyerekkorokban egyébként Tudunk itt meg, de tényleg. Ez a Viagrás az úgy néz ki, hogy egy ismétlődő téma, Igen. de ilyen szerintem először volt, hogy, hogy ez nem vicces, hanem ez tényleg egy vallomás. Igen, tehát ez egy, egy tényleg vallomás. Nagyon durva És szerencse, hogy, hogy, nem ezt bevallottad baj. nekünk, név nélkül be, köszönjük szépen. Ezt majdnem felgyújtotta az iskolát konkrétan. És a mai napig senki nem tudja. De itt meg most beolvastuk. Van egy nyaralunk, és amikor elmentek szüleim, áthívtam egy csajt. Jól van. Nem a sztori miatt írok, csak van egy nyaralunk. Jól van. És amikor elmentek szüleim, áthívtam egy csajt, aki a faluban lakik, és nagyon jóba vagyunk. Jó. És pont, pont, pont. És az officer azóta is benne van az zuhany és nem tudnak róla. Uram! Te Micsoda? Miért kerül az zuhany az ófszer. Hát meg gondolom, félt kidobni a kukába, azt belegyömözkélte, hogy, hogy így érted. Úristen, nagyon vicces. Úristen, de rossz! Képzeld el apádat. 18 leszel, vagy 20 éves, 30, és már nem számít. És azt mondod a nyaralóban, amikor megmakkantok, megszületett az első gyereketek, Igen. azt íztak az örömére, hogy jöjjön már velem be a mosdóba. Az figyel meg, és lesavarod Hú, a sapkát, és, és így kiveszed belőle, hogy na, képzeld a papát fejét, hogy így. Jézus. Büszkeség. Én is leírom a titkom, amit már oly régóta tartok magamban. Mamám a vitriben őrzi az ilyen-olyan alkalmakra kapott szép csicsás likőröket. Kinél nem egyébként, tehát Ó, ez annyira. Igen, igen. De ne olvasd. Ja, bocs. Egy alkalommal, amikor elutazott, és én vigyáztam a kecóra, házi bulit tartottam, és a liköröket megittuk, az üvegekbe vizet, vagy vizes szörpöt öntöttünk, azóta nagyon sem szép. tűnt fel neki, hogy a sárga dinnyel likörös üvegben halvány rózsaszín szörp van. Nagyon szép! Így kell. Ők azok, akik elmennek egy hotelbe, és utána visszatöltik a minibárt. Fiatalok, de nem hülyék. Így Nagyon kell. vicces. Nagyon-nagyon vicces. Most tartunk egyébként. 12 percnél. Ez így. Várjál. És akkor a következő. Most, 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 most. És kezdődjön a következő. Ez nagyon jó volt. Szívesen. Vagy, és jöjjön. Egyszer egy kacsával keltem fel. Így kezdődik. Vagyis én egy hangra lettem figyelmes, majd pedig oldalra nézve egy kacsa morgott rám, vagy hogy mit csinál, ha ideges. Mai napig nem derült ki, hogy került oda hozzám, de nagyon megijesztett. Micsoda? Úgy kell hogy ott van már egy kacsa? Igen. Az mennyire random? Tippelj, hogy honnan érkezett az üzenet. Szóval, nagyon megijesztett, s kisé szívrohamot kap. Erdéből, oké, okay. ha-ha-ha. Hogy tudtok egyébként az erdélyek, hogy tudnak mondani, nem és. Nekem folyamatosan összeakad a nyelvem tőle. Erdély. Bence. Jó, oké. Okay. <laughs> be, oké, okay. befejeztem, befejeztem, szomorú. Be befejeztem. Ráültetlek a kezedre, komolyan? Oké, okay, befejeztem. De nagyon megijesztett, és kisé szívrohamot kaptam. A haver azt mondta, amikor felhívtam, hogy elvileg egy farmon élő csajjal jöttem össze egy buliba, és náluk aludtam, de hogy másnap reggel a lány sehol, és helyette egy kacsa keltett fel, random idegen szobába helyen. Utána derült ki, hogy, zárójel, hajdúszoboszlón keltem fel. Nagyon szép. A kacsát eladtam az állatpiacon, és én meg elmentem haza a lánya, a mai napig nem beszéltem, és nem. E bocsánat, itt nem volt vesző, elmentem haza, a lányjal a mai napig nem beszéltem, és nem hallottam róla semmit. Nagyon szép, nagyon szép. A kacát eladtam az állatpiacon. Hát ez mi, Úr Szerintem, járt el. úristen. Szerintem helyesen jártál. Úristen. Isten amikor eldöntöd a reggelinél, eszed a kis műzidet, és veled szembe a kacsa. Elkezd hápogni, és azt mondta, hogy hát, nincs más esély. Nagyon el kell adni. Jön. Jöjjön gyorsan, Pár rövid. Annó felvágtam egy békát, és avval a késsel készült a vacsi. Én nem ettem, anya azóta se tudja miért. Mondjátok el a szüleiteknek! Baszus, azt kell felvenni, hogy Rebekának iszonya van a békáktól. Önderíto. Tehát tudni kell, hogy tipikus lány, hogyha meglát egy békát, egyből ah, fut. Fúj. Úgyhogy uh, egy olyan videó kínál, ahol, ahol szembesítik a nézők a szüleiket. Ezt kéne, hogy vegyék fel telefonnal, ahol elmondják, és akkor a szülőreakcióját. Az... Imádom, hogy vannak olyanok is, akik csak önkritikát gyakorolnak, és azért írnak ezekre kell, a nagyon dolgokra. Szép. Az én titkom, hogy egy irányításmániás, hiszt és manipulatív nőszemély vagyok. Imádom. Nagyon kevesek nagyon egyike, aki bevallja magát. Nagyon jó. Ezzel így nincs probléma. És egyébként a legrosszabb az összes közül az, hogy nőszemélynek hívta magát, az, az valahogy tartogat magába az igen, egy olyan. Huha! Ez ilyen az A nőszemély az utolsó következik. Miért nem használtam eddig ezt a padot? Egyébként, mit találtál? Nem tudom. Most már használni fogod amikor menstruálok, meg előtte és utána, körülbelül három nappal kívánom a papírt. Annyira nem számítottam rá, hogy olvastam el. Ki vagyok én, Mindenre. hogy ítélkezzek? Mindenre számítottam. Oké, okay, most tudom, hogy te nézőként elszörnyedtél. Most tedd a kezed a szívedre. Van, hogy nem fanyalodsz rá egy kis papírra. Tehát, hogy ez nem történik meg. Minden hónap előfordul mindenkivel, ez átlagos. És egy picit de csak kívánod, vagy eszel is? Adjál ez már a kérdés. papírt nekem, de tényleg komolyan mondom. Valami papírt tudsz adni? Nem adok. Grayskinket néztük, és tudjuk, hogy a papírban higany van, és a higany az nem fán. Basszos, úgyhogy tényleg. nem kapsz Úgy papírt. Csak a sarkát egyétek. <gül> 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 Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, remélem, hogy tetszett ez a rész. Ha szeretnétek, hogy legyen még több, akkor dobjatok egy lájkot. Még mindig rengeteg Kis titkotok van igazából itt a kis kérdésdobozban, és folyamatosan külditek, úgyhogy lehet, hogy csinálni fogunk belőle, vagy én lehet, hogy csinálok belőle egy egyórás kiadást. Egy egyórás kiadást? Egy -egy Minden titkot felolvasunk. Az, az, az úrva lenne. lenne. Ott az agyam meg picit. Ja, Live-ba? Live mi volt ez a... Hát itt akartam felemelni, de nem akartam Live-ba, az jó lehet. Az nagyon jó lenne. A nyolc Csináljuk a... már meg! De hol? Hát egyet hozzád, egyet hozzám, a tiédet, nálad az enyémet, nálam. Mondjuk ez lehetne. Ugye? Tényleg. Valamelyik hétvégén okay. megcsináljuk. Most viszont az enyémet kezdjük el, az én videómat, úgyhogy... Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, menjetek át majd Bencéhez is, nézzétek nálam is, kommentet, és a következő videóban a találkozunk. Sziasztok!